Új korszak kezdődik Újpest életében. Október 30-án tartotta meg alakuló ülését a képviselőtestület. Déri Tibor polgármester mellett 4 alpolgármester és 7 frakció kezdi meg a munkát. Megtelt érdeklődőkkel a Városháza díszterme október 30-án a megválasztott képviselőtestület alakuló ülésén. A hagyományos ceremónia alkalmával dr. Stanka István, a helyi választási bizottság elnöke ismertette a választás eredményét, majd a képviselők és a polgármester is letette az esküt. Lelkiismeretesen teljesen tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára szolgálom. Isten engem úgy segíteni. Déri Tibor polgármester székfoglaló beszédében kijelentette, október 13-án lezárult egy korszak, és egy új veszi kezdetét Újpesten. Mai nappal új fejezet is nyílik Újpest életében, és az újpesti polgárok életében. A Városháza kinyitja kapuit az újpesti polgárok előtt. Polgármesterségem alatt a városházi politika nem a hatalom, hanem emberközpontúságról fog szólni. Ideje, hogy megváltoztassuk a politikáról alkotott képet. Ideje, hogy új politikai kultúrát is meghonosítsunk. Egy olyan politikai kultúrát, amiben végre a politika dolgozik az emberekért. A képviselőtestület megválasztotta az új alpolgármestereket is. Ezentúl dr. Trippon Norbert, gazdaságért és költségvetésért felelős alpolgármester, Ziegler László, várostervezésért, városüzemeltetésért és rendészetért felelős alpolgármester, Kanász Nagy Máté, népjóléti alpolgármester, valamint Bedő Katalin, kultúráért, oktatásért, társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős alpolgármester segíti a városvezetés munkáját. Az ülésen megalakultak a frakciók is. 4 fővel a Demokratikus Koalíció, 3 fővel az MSZP, a Momentum Mozgalom 2 fővel, az LMP 3 fővel, a Jobbik 2 fővel, 5 fővel a Fidesz, 1 fővel pedig az Újpestért Egyesület alakított frakciót, valamint a DK, a Momentum, az LMP, a Jobbik és az MSZP által frakciószövetség jött létre dr. Trippon Norbert vezetésével. A polgármester kijelentette, az új városvezetés több projektet is felülvizsgál, és minden beruházást társadalmi párbeszéd előz meg.